Hát kérlek szépen, Filippot képezzük ki, szeretne felmenni az űrbe, és hát beneveztem erre a versenyre, hogy tényleg lehetőség legyen erre, mert egy nagyon vagány srácnak gondolom, és imádja az ilyen dolgokat, meg az ilyen kihívásokat. Teljesen szakmailag összeállítottunk egy nagyon-nagyon komoly programot, ami nem fizikai felmérés, nem csak fizikai felmérésből áll. Különböző tesztek lesznek, lesz egy orvosi előszűrés. Én azt hiszem, hogy az a program, amit sikerült összeállítani, Kecskeméti Repülőorvosi Vizsgálat Kutatóintézet orvosaival, ahol bennünket űrhajósokat is válogattak, az egy nagyszerű dolog. A szigeten különböző tesztek lesznek, felmérések, hát nyilván a legjobbat kell nekünk kiválasztani a zsűri tagoknak, és a legjobb kell, hogy képviselje az országunkat. Aztán utána a tudomásom szerint, ha a programot nem változtatták, akkor Amerikában a sok-sok országból az egy ember bekerül egy csapatba, és akkor utána megint válogatnak, és abból a sokból egy kerül a űrutazók közé. Nem tudok beszélni. Egy éve sokat dolgozok. Ugye, mint az új albumnak a készítésével, meg az új filmet, amit készítek. Úgyhogy kevés edzés idő van, de remélem pár hét alatt újra felhúzom el. Mindenesetre azt mondom, ez tök férfias, meg szerintem edzőterem helyett több ilyen park kellene, meg több ilyen edzők, mert ez tényleg dinamikát csinál, ki tudod fújni magadat a munkai gőzt, még sok mindent. Hát be is ment egy szárka, most veszem ezt. Az első sérülés? Első sérülés. Nem. Farkas Bertán szerintem egy zseniális ember is. Én már részben azt mondtam, de szerintem is elmondtam, hogy már nyertesnek érzeszhetem magamat, hogy egyáltalán vele találkozhattam. Én életemben űrhajós, ami nem találkoztam. Kezdett az első űrhajós, ahol találkozom, és ez valami minden kisgyerek álma valóra vált. Úgyhogy ilyen része, mert persze nagyon jó és nagyon jó érzés lenne, ha meg tudnám nyerni, és ki tudnék jutni az űrbe, de hozzá kell tennem, hogy Farkas Bertalan való találkozása, még egyszer tényleg elmondom, hogy számomra tényleg egy élmény, egy nyeremény volt. Ennél többet nem kívánhat az ember. Köszönöm, Max. Hi, this is Jared from 30 Seconds to Mars. Nézzétek! A neon.hu. A neon.hu. Csók. Hello.